Flóra az alábbiakat írta Pepéről. Azt szeretem Pepében a legjobban, hogy tökéletesen kiegészít. Mellette biztonságban érzem magam, hiszen meg annyi nehéz időszakunk volt, amikor támaszra volt szükségem, és ő akkor is támogatott és vigyázott rám. Ő az, aki akkor is gyönyörűnek látott, amikor én legkevésbé éreztem magam annak. Szerintem logikusan gondolkodik. Legtöbbször. Ha egy idézettel kellene kifejeznem azt, amit érzek, akkor a következőt választanám. A titkomat nem kérdezed, magyarázat a két kezed, ki léteddel a létet magyarázod, egyszerre hallgatsz és felelsz, szeretem benned a világot. Pepe pedig az alábbiakat írta Flóráról. Flóra úgy érzem, hogy kiegészít. Én úgy gondolom, hogy sokkal reálisabban látom a világot, de ő mindig képes más szempontot mutatni nekem. Szeretetével úgy érzem, hogy nem csak szép pillanatainkban, hanem a legnehezebbekben is célt ad az életemnek, motivál arra, hogy jobb ember legyek. Türelmes velem, bár nem mindig. Ha egy idézettel kellene kifejeznem azt, hogy mit érzek iránta, akkor a következőt választanám. Itt már a szavak mit sem érnek. Ne szólj száddal, csak szemeddel. A szerelem akkor beszédes, amikor már beszélni nem kell. És most pedig hatalmas tapssal köszöntsük az ifjú párt. Álló! Hoppá! Látom, nagyon remek. Kettő, három! El a fiatalember! Ugye maradhat így egész össze, ha gondolod.